Nyírő Lászlót, a matematikus, pszichológus, mesterséges intelligencia kutató, játékfejlesztő és publicistát. Nagyon nagy szeretettel szeretném köszönteni a Pulikor Podcast adásában. Én is üdvözlöm a Pulikor hallgatóit. A játékot fejlesztő vállalatok dolgozott az AT&T-nek, a nokia a Walt Disney-nek, a marketing tanácsadással és kutatással foglalkozó vállalatok az EON-nak, OTP-nek, Samsung-nak, Shell-nek, SAP-nak. Nemzetközi Matematika Diák Olimpián bronzérmes lettél, Budapesti díjat kaptál, Ötvös József díjat, 1999-ben az évtudományos könyve díjat Németországban, és ezt még nagyon hosszan lehetne szerintem sorolni. És szerintem az egyik, ami legérdekesebb, hogy első jelzést értél el az országos Scrabble bajnokságon 2009-ben. Erre a podcastre készülve bennem az első kérdés, ami felmerült, hogy mi volt az a belső motiváció, elhivatottság, tűz vagy vízió, ami téged ezen a elképesztően szertágazó életúton keresztül tudott vezetni és hogy vajon egy ilyen, ilyen belső tüzet azt, azt, lehet -e tanulni, vagy tanítani valakinek? Pár évvel ezelőtt megkeresett két jezsuita szerzetes tanonc, ilyen szerzetes, leendő szerzetesek, hogy ők az elhivatottságról csinálnak most egy filmet, és szeretnének engem is belevenni. Küldtem őket el a csodába, hogy hát bennem semmi elhivatottság nincs, de nagyon megleptek, és Szóval teljesen meg is változott a képem a jezsuitáktól ettől, mert a számomra mindig egy ilyen nagyon szigorú, nagyon szóval olyannak tűnt. Hát nem ez a két sár, ilyen Egyrészt tényleg iszonyú művelt volt, meg nagyon szóval elkivatott is. De felcsillant a szemük, hogy hú, hát ha ilyen is van, hogy valakiben nincs elhivatottság, és mégis úgy nem egy lelki nyomoronc, akkor ők azt is meg akarják jeleníteni a filmjükbe, Úgyhogy hát ebből az alaphangból, mert világos, hogy mondjuk Jézsuiti szerzetesnek azért az megy, akiben rengeteg elhivatottság van, ahhoz azért az, az nem megy anélkül. De az embereknek egy jelentős részében nincsen semmi ilyesmi. És akkor inkább a kíváncsiság volt, ami minden egyes pillanatban egy új irányba. Ö... Egyrészt nem minden egyes pillanatban. Szóval mindig valami éppen veszipantott, és akkor egy darabig, lehet, hogy néhány hétig, lehet, hogy néhány évig azt csináltam. Tehát mit te elküldött a matek tanáról, milyen matek versenyre még általános iskolába, és egy szót nem foglalkoztam előtte matekkal, sőt, szóval még házi feladatokat se írtam annyira, de azt mondta, hogy menj csak el, akkor ott negyedik lettem egy ilyen országos versenyen, úgyhogy annyira adott, felvettek automatikusan ilyen, szóval ilyen a szupermatek tagozatra, a gimibe, tehát annyira adott pálya volt, meg tetszett is, okos, ember, okos gyerekek között voltam kitűnő tanárokkal, szóval akkor egy darabig a matek volt, matek szakot is végeztem. Azért a matek szak vége felé már tudtam, hogy én nem ezt akarom csinálni, tehát nem matematikai kutató szeretnék lenni talán. Akkor ott kaptam egy ilyen áll, egy állást a kibaj a mesterséges intelligencia kutató csoportban, akkor, akkor tíz évig azt csináltam. És mennyire fontos szerint egy ember életében egy ilyen hosszú távú, akár elhivatottság, motiváció, hit, vagy ennek igazából a hiánya? Vagy ez hogyan, hogyan épül fel szerinted? Van, akinek kell, van, aki úgy működik, hogy kell neki. Tehát a hit is ilyen, akár az Isten hit is. Tehát én nem tudok hívő lenni, mert nem adatott meg nekem, tehát az persze egy baromság, amivel tömték a fejemet az előző rendszerbe meg két, hogy a ita nép ópium, aminek mit tudom én, ez így hülyeség. Most már pszichológusként pontosan tudom is, hogy az is egy megismerési mód, de ugyanúgy, mint ahogy vannak, akik látnak színeket, és vannak, akik nem látnak színeket, az egy színvak ember még egy teljes értékű ember lehet, és a színvak is tudja, hogy a fűkék, a fűzöld, a ég meg kék, csak éppen nem látja, Na ugyanez a helyzet a hittel is, tehát én nem látom. Tehát egy például, amit én nem vagyok képes, mondjuk Jézus Krisztust Isten fiának látni, ettől még egy csomó mindent élem az életemet és csinálok, tehát szóval így, így fogom föl, mert pszichológiai szempontból a hit valami ilyesmi. Tehát akinek megadatott, ugyanúgy, mint a, a színlátás az gyakori, de például az abszolút hallás az ritka, az, is létezik. Tehát Kocsis Zoltánnak például, hát Isten nyugosztalja, de ha leütöttek öt hangot az ongorán, így bármit, megmondta, hogy melyik az az öt hang. És szerinted mennyire különíthető el mondjuk egy tudományos gondolkodás, meg mondjuk egy vízió, mert nekünk az volt az egyik elképzelésünk, hogy egy csomó olyan dolog, ami az ember például motiválja, az, az, az nem feltétlenül racionális, az általában olyan, amiben inkább hisz vagy bízik, hogy az a úgy fog so, alakulni. Az gyakorlatilag sohasem racionális, igen. igen. És viszont ezeket, amivel felépíti az ember, vagy amivel elírja, az általában viszont egy racionálisabb vagy tudományos gondolkodás és kéne, vagy hogy legyen. hogy er, Erről, erről mi, mi a gondolatod? Az a helyzet, hogy a tudományos gondolkodás az nem a felismerés, meg nem a, nem a felfedezés eszköze, a tudományos gondolkodás az a bizonyítás eszköze. Tehát azért az embert az intuíciói gondolatai sokszor megtévesztik. Gondolj csak az optikai csalódásokra. Tehát azért nagyon biztos ismersz egy csomó ilyen optikai trükköt, hogy most jobbra kocsa, kacsa, vagy, kislány, vagy most jobbra vagy balra forog a csaj. Szóval van egy csomó ilyen, és persze, tehát minden, ami emberi észlelés, az, az úgy becsapható, az azért elégé az, az azért eléggé esendő. Tehát kellett egy módszer, egy eszköz arra, hogy utána tudjunk járni annak, hogy amit tudunk, abban mennyire lehetünk biztosak. Ez a tudomány. És uh, szerinted akkor mennyire jó ötlet az, hogy ezt akkor kicsit szétválasztani, hogy inkább megnézni azt, hogy valakit milyen motiváció visz valamilyen irányba, és utána azt, azon gondolkodni, azt milyen lehet felépíteni. Mert nálunk volt egy ilyen gondolat, hogy lehet, hogy kettő embernek hasonló irányba kell eljutni, csak más eszközökkel, és akkor lehet, hogy érdemes már az elején akkor eldönteni, hogy mi egyáltalán az a cél, az a vízió, ami, felé tartunk, hogy utána lehessen azt felépíteni, mint mondjuk akár egy cégbe, vagy egy startupban. Tehát ismerek olyan templomjáró embereket, aki őszintén jár templomba, Kvázi meditálni, szóval ott érzi jól magát, meg, meg figyel a papra, meg tényleg a Jézus Krisztus tanításai szerint él, de Istenben nem hisz. Ez összefér, simán összefér, annyira, hogy amióta így is vizsgálják, tehát nem csak azt kérdezik, hogy hiszel Istenbe vagy sem, hanem esetleg megkérdezik azt is, hogy vallásos vagy-e, és hiszel-e Istenbe mind a kettőt, és a holland protestánsoknak például majdnem 20%-a egyszerre volt templomjáró és, isten, és hívő, és ugyanakkor ateista. És egy ilyen ember számára vajon mi veszi rá, hogy elmenjen a templomba, ha nem hisz benne? Az, hogy jól érzi magát ott, az, hogy egyetért az, az, azokkal az erkölcsi elvekkel, amiket ott hirdetnek, az, hogy úgy érzi, hogy a világ szebbek jobb akkor, hogyha e szerint élünk, nem kell ezt feltétlenül hinni benne. Tehát figyelj, ahhoz, hogy mondjuk ne csald meg a párodat, nem feltétlenül kell, hogy a hűséges kübe higgyél. Viszont. És nagyon sokan meg megcsalják, akik letették. Viszont a hűség akkor lehet, az ilyen ember, aki megy templomban, nem teljesen hisz mondjuk mindenbe, viszont egy részében, mondjuk az alapértékekbe, akkor hisz, nem? Vagy... Ne, nem kell hinni, nem feltétlenül kell hinni. Tehát lehet, hogy ő például a hitvak ilyen értelemben, úgy hitvak, mint ahogy más mondjuk színvak, vagy absz abszolút hallásvak, legtöbben abszolút hallásvakok vagyunk, színvakok nem vagyunk a legtöbben. De csak azért mondom ezt példának, hogy vannak gyakori, meg ritka képességek. A hit, pont a hit képessége az úgy tűnik, hogy közepesen gyakori, tehát az embereknek nagyjából a fele az, akinek megvan valamennyire. És szerinted mekkora az a közösség mondjuk akár egy család, vagy egy vállalat, vagy akár mondjuk egy ország, hogy, aminek kell, hogy legyen víziója, vagy akár vízió nélkül is csak megy egy, megy egy irányba, ami folyamatosan alakul a morfként? Vagy ezt mennyire érdemes Na, általában nem. definiálni, mondjuk egy alaptörvény, vagy, vagy mint egy vagy mint egy, 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 egy vízió statement ugye egy, egy, cég számára? Inkább mission statementről beszélek én, tehát hogy a cégnek azt érdemes definiálnia, hogy mi a, mi a helye a világban. Szóval az is hogy persze, hogy miért lesz szebb hely a világ, hogyha ez a cég tud működni, mintha nem tudna. És tehát ezt keverik így visionnek is, meg missionnek is szokták nevezni, de ez, az a, a, a misszió az persze, hogy kell. Az azért kell, hogy nagyjából a céges értékek legyenek világosak, de jellemző, hogy pont egy olyan kör, akik na nagyon, nagyon nagy hangsúlyt helyeznek erre, szitta a Hertát, a nyugat berlini futbol, volt nyugat berlini futballklubot, amikor Petri Zsoltot azonnal kirúgta, amikor tette egy ennyi, nagyon enyhén rasszista kijelentést, mert az az ő értékrendjükben nagyon nem fér bele, ilyet gyertás akkor sem mondjon, hogyha szóval ők így gondolják. Tehát, na most, nem, a, ez nem azt jelenti, hogy neked hinni kell benne. Ez, ez azt jelenti, hogy ilyet hertás nem mond és nem is gondol, függetlenül attól, hogy hisze benne vagy sem. Ez akkor nem feltétlenül fontos hinni benne, de mondjuk elfogadni, akkor mondjuk aki de ott van, általában azért fontos. Ez ugyanolyan, mint hogy, szóval, figyelj, amíg, időnként kerülök olyan helyzetbe, hogy mondjuk egy templomba vagyok, mert ott esküszik valami barátom, vagy ilyesmi. Senki nem várja el tőlem, hogy velük imádkozzak, de hogyha letérdelnek, térdelj is. Tehát nem, az, az se helyes, hogyha ott kilóksz, demonstrálod, hogy nem ide való vagy. És Tehát, sőt, mondok, mondok én durvábbat is. Mondjuk, hogyha egy stadionban nélküledet éneklik, és felállnak, állj fel te is ismered, ez biztosan, hogy ebből szokott botrálni, hogy micsoda dolog ez, hogy föl kell állni, és hogy megszólnak. És hogyan alakulnak ki szerinted ezek a szokások, amik egy idő után kb. elvárásként lépnek fel egy, ember, egy egyénnel szemben? Hagyományok. Hagyományok. Tehát igen, szóval hogy apránként kialakulnak. És hát jó, majmokkal van egy-két ilyen kísérlet, hogy egy idő után már nem is kell tudni azt, hogy mi volt az oka. És szerinted ezeket a hagyományokat érdemes néhány felülvizsgálni, vagy egyszer elindult, vagy ezek, ezek mitől változnak, vagy mitől tudnak, vagy érdemes ezeket változtatni? De, ha nagyon fáj, akkor magától fog változni. Ha nem fáj nagyon, akkor miért ne? Uh -huh. Tehát érted, még valahová tartozásodat is kifejezed ezzel. Ugye azt mondtad, hogy a tudományos gondolkodás, az főleg a bizonyításban fontos. És hogy a megismerést, az, az, az hogyan lehet a leginkább úgymond, tudományos módszerrel ugye, megvalósítani, vagy azt hogyan szokták az emberek a leginkább megvalósítani? Nem az emberek valósítani. A, állj, a tudomány az, 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 megy a maga útján, a maga módszereivel, és igazából egyetlen egy, ez ragaszkodik azt, hogy ezt a, ezeket a módszereket tartsuk tisztességesen be. Nem azért, mert nincsen más, hanem azért, mert ettől tudomány. Tehát ettől mondhatjuk azt, hogy mit tejen tényleg kijelenthetem, hogy 99,9% valószínűséggel az X vakcinának nincs ilyen és ilyen mellékhatása. Ezt semmi más megismerési eszköz, ezt nem tudja produkálni. Tehát vannak esetek, amikor ez egyszerűen cél célszerű betartani, de ugyanakkor egy csomó mindenről a tudománynak nincs igazán a szerelemről. Van, tehát vannak szerelemelméletek a pszichológiában, meg rengeteg tanulnak a pszichológusok ilyesmit, annyira sivár, szóval unalmas, ez a tudomány szégyene bizonyos értelemben, hogy ennyit tudunk mondani erről. Hát egy regény, egy, egy bovári név, vagy egy annak a a többet mond róla. Tehát a tudományos gondolkodás az elvileg a legjobb, egy eszközt tudja adni, hogy a legmegbízhatóbb megoldást hozzuk vele, vagy az hol érdemes használni? Egy fontos különbség van a tudományos megismerés és minden más között. A tudományos megismerés ragaszkodik ahhoz, hogy nem csak azt tudjuk, amit tudunk, hanem azt is tudjuk, hogy amit tudunk, azt honnan tudjuk. Most a tudásunk nagy része nem ilyen. Biztos, hogy tudod, hogy mi Franciaország fővárosa, de megkérdezem, hogy honnan tudod, mit fogsz válaszolni? Hát mit tudod te, hogy honnan tudod, tudod és kész. És majdnem minden tudás bennünk ilyen kivéve a tudományos tudás. Tehát a tudományos tudásban pont ez a pláne, hogy nagyon szűk körű, nagyon kevés dologra vonatkozik, de ott szigorúan meg tudom mondani. Tehát például azt meg tudom mondani, hogy honnan tudom, hogy a föld kering a nap körül, és nem fordítva, meg mit látsz fel kell a nap, lemegy a nap, tehát úgy néz ki, mintha az keringe, az forogna a föld körül. Ezt tudom, ezt meg most nem fogom tudni levezetni, de de ezt tudjuk, hogy honnan. Tehát minden tudományos tudásban az a pláne, hogy azt is meg tudom mondani, hogy honnan tudom. És akkor emiatt elvileg reprodukálható is. A Igen, reprodukálás Igen. miatt akkor egy másik ember is el tudja akár dönteni. Hogy Persze, ugye tudom, tehát hogy elvileg, mondani. ami tudományos is, mert arról ugyanazt kell, hogy mondjuk. Ennek ellenére vitatkoznak a tudósok, mert van, hogy hibázunk, és akkor el kell dönteni, hogy ki hibázott. De elvileg eldönthető ez is, csak nem mindig olyan egyszerű. Volt egy olyan kérdés is, hogy például ugye beszéltünk már egy a hitről, hogy például a moralitás, az például honnan jön az emberekbe, vagy honnan honnan fakad, vagy, vagy lehet, -e racionalitás racionálisan is morális valaki, vagy az, az honnan jön. Lehet, abszolút. Tehát vannak olyan tudományos modellek, amiből következik például, mint az altruizmus, meg egy csomó ilyesmi. Tehát az altruizmus, az különösen érdekes volt, mert az úgy tűnt sokáig, hogy ellentmond mond Darwinnak, valójában azért nem mond ellent, mert Darwin, szóval na, Darwin se isten, ő is tévedett bizonyos dolgokba. Tehát az evolúciós gondolat az zseniális, mert az bevált, de például Darwin úgy gondolta, hogy az egyedre vonatkozik az evolúció, A valamire arra biztosan nem. Az vonatkozhat kisebb meg nagyobb egységre, tehát lehet, hogy a gén az, ami az evolúció vonatkozik, lehet, hogy egy nagyobb csoport, az egyed biztosan nem lehet, az az ellentmondásos. Tehát ugyanis azért ellentmondásos, mert amikor egy egyed túlél, tehát ez alatt értem azt, hogy utódokat hagy maga után, vagy nem élt, kipusztult, tehát nem hagy utódokat maga után, túl sok tulajdonsága él túl, vagy pusztul ki. Ezek közt vannak jók is, rosszak is. Tehát igazából az evolu... szóval ez, így, ez, ez, így, tényleg ellentmondásosnak bizonyult. Darwinnak a zsenialitása pont az, hogy ettől még ő látta a nagy képet, attól még, hogy egy ilyen nagyon fontos tudományos részletbe például tévedett. Nem istenő, tehát kimondhatjuk, hogy Persze, tévedett. Abszolút, tehát a tudományos gondolkodásban szerintem pont az a szép, hogy ott, ott az ember, hogyha belátja, hogy hibázott, az teljesen természetes. Mert Persze, sőt, erről most, erről most, ebben ebbe az új könyvben be egy negyed könyvet írtam, hogy mert fogtam is, egy, és összeszedtem így, a, hát most már viszonylag hosszú pályámon a tévedéseimet, Elég sok volt, és elég sok. És ez, na, amit szégyellek, azt nyilván kihagytam belőle, de azért egy negyedkönyvi olyan is volt, amit nem szégyellek, mert amikor kiderült, hogy nem úgy van, akkor kiavítottam. Szerinted a, a, a tudományos gondolkodást, ezt, ezt milyen korán érdemes elkezdeni? Mert ezzel kapcsolatban is volt olyan vita, hogy ezt időskorban is, vagy inkább gyerekkorban kell elkezdeni, vagy ezt erre valakit tanítani. Na, várjál, két különböző dolog, mert nem mondtad meg, hogy aktívan vagy passzívan művelje valaki a tudományt. Az, hogy a tudománynak megfelelő tekintélye legyen, azt nagyon korán el kell kezdeni. Tehát megmondom miért, mert például mondjuk azért, hogy, hogy be magad, hidd el, hogy a tudományba ebbe megbízható. Remélem nem oltás ellenes vagy. Nem, de úgyis nem. Szóval, de az akkor az abban, abban nyugodtan vitatkoznék hiába a hited, mert ez pont tudományos kérdés. Az már nem tudományos kérdés, hogy mit tudom én, Szabad-e előtt vírussal, stb., az, az már hitkérdés lehet. De, na, tehát ezek miatt, akár amiatt is, hogy, mert nagyon nehéz ám bebizonyítani azt, hogy hogyan lesz a gyerek. Tehát, hogy a fér nagyon művelt és magas kultúrájú törzsek, vagy óceániai törzsek, ahol állattenyésztést nem csinálnak, nem jöttek rá, ahol, hogy miközben van a szexuális életnek a gyerek születéséhez. Wow. Tényleg, nem, nem olyan könnyű, gondolj bele, a férfibe végképp semmi nem történik, de még a nőbe is hónapok, hetekig nem történik semmi. Tehát nem olyan könnyű azt összekötni valami korábbi, régi három... És akkor vannak, hogy voltak olyan társadalmak, akik ezt tudták kötni. Összesen tudták kötni. Tehát annyira nem, hogy egy Bronislav Ranlinowski nevű, hát lengyel származású angol, hát aki a kultúra-antropológia tudományát lényegében megcsinálta, ő, el, ő, ő volt az, aki elkezdte azt, hogy nem csak oda megyünk és megnélt, eltöltünk ott két napot, hanem oda ment, megtanulta a nyelvüket egy ilyen polinéziai törzsnek, velük élt, tehát, jó, és, és például amikor rájött, hogy fogalmuk sincsen, tehát volt egy ilyen hitük, hogy van egy istenük, tehát az istenkők, istenre ők is rájöttek, hogy az lehet, balomának hívták az Istenüket, végül is ez mindegy. És hogy a, 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 úgy gondolták, hogy a baloma az, aki a, aki a, 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 a helyezi. És hogy mi szerep, a kérdezte, hogy akkor mi szerepe a férfinak, hát ki kell tágítani azt a nyílást, mondták, és utána eléggé, eléggé, pajzánul mondták, hogy mi minden módon tudnák még azt elintézni, de hát így kellemesebb. Azt a... szóval, és ő, na, Szóval Malinowski nagyon tudod, abszolút tudós volt, tehát, tehát az volt, úgy, úgy ment oda, hogy ő semmit nem fog, semmiért sehol nem fogja jelezni nekik, hogy hát ő egy olyan kultúrából jött, ami esetleg több mindent tud. Ez az egy helyzet volt, amikor fölrúgta a saját elveit, mert úgy gondolta, hogy hát itt valami olyan tudást tud, amit azért nem árt, ha ők is ismernek. Elmondta tehát sokszor nekik, hogy hát hogy is van ez, a, hogy a férfi nedvének, mit te megtenni, kenyítő ereje van, ilyesmit. Elgondolkodtak rajta a helyiek, nagyon komolyan, és két ellenérvük is volt. Na, szóval ott az volt a szokás, volt ugyan pár kapcsolat, de csak egy idő után, tehát tehát ugye egy jó darabig teljesen szexuális szabadosság volt a, a, a Trobján-szigetiek, amíg, gyakorlatilag amíg meg nem házasodtak mutattak fiatal lányokat, akik köztudottan nagyon kiterjedt szexuális életet élnek, és még sincs gyerekük. És a másik ellenérvük meg az volt, hogy mutattak egy nőt, aki ilyen, hát a leírás szerint valószínűleg mongolóid idiót, mindegy, szóval dankóros, vagy bármi lehetett, tehát Ron, csúnya is volt, torz is volt, nyilvánvaló volt mindenki számára, hogy ezzel a nővel férfi nem állt soha, és mégis négy gyereke volt. Tehát logikából tökéletesek voltak ezek a Betrobrián szigetiek. A tudományos gondolkodást nem tanulták iskolába, mert hát nem, nem jártak olyanba. Na ezért kell például a tudományos gondolkodást az iskolába tanítani. Nem azért, hogy te úgy gondolkozz, hanem azért, hogy meglegyen az a presztízse, ami, ami miatt elhiszed, amit komolyan állít. Tehát például azért mondjuk, hogy egy nem kívánt terhesség elkerüléséhez ne kelljen az egészet vég, nulláról végig gondolni, hanem elhit, hogy például mondjuk igenis van köze hozzá. És Tehát... pont mondjuk egy ilyen vakcina kérdésében nem tud azért segítséget jelenteni, ha valaki tényleg tudja, hogy akár minimálisan levezetni, vagy kitől fogja... Honnan el... tudnád? Vagy akkor kitől kell, hogy, mert jelenleg ugye annyi ember, annyi i, i, helyről származik az információ, hogy akkor ki hogyan tudja eldönteni, hogy mi az, ami helyes és helytelen, hanem ilyen gondolkodással. Hitelességgel. Tehát akkor a hitelesség Ugyanúgy, hogy a papnak is egy csomó mindent azért hiszed el, mert hívő vagy. Nem gondolsz bele, hogy ez igaz-e vagy sem. Tehát akkor elvileg a hitelességet kell az embereknek keresni, és akkor Igen. elvileg, aki hitelesen állítja tudományosan, akkor elvileg az, ami, ami hiatt. Ezért kell tanítani sok tudományt az általános iskolába is, hogy, hogy kialakuljon egy ilyen érzés, hogy mi, a, mi, az, ami hiteles. Tehát, hogy mit nem tényleg hiteles az, hogy, hogy mondjuk ha esetleg teherbe esek, hogyha nagy socsá, 15 évesen kiterjedt szexuális életet élek. De akkor ez elvileg azt is jelenteni, hogy akkor végülis egy másik hit lenne, tehát ő hisz a tudományban, nem tudja pontosan, hogy miért. De hisz Ettől benne. még hihet egy csomó minden másba is. De, de hogy elvileg akkor ő azt szerint fogja eldönteni, hogy valaki mondjuk egy vakcina kérdésben valamilyen más hit alapján, nem tudományos hit alapján azt mondta, hogy az mondjuk kártékony, neki azt mondták annó, hogy a, higgyen abba, hogy a tudományos helyes, és akkor ez alapján, a hit alapján dönti el, hogy akkor ő, ő miben hisz, de nem feltétlenül egy tudományosan levezetett módszertan szerint. Nem feltétlenül, mert túl bonyolult. Tehát én most azt se tudnám itt hirtelen levezetni, hogy a földkering a nap körül, és nem fordítva, mert az egy csomó minden kell, kell és is integrál számítás, de az most mindegy, az szóval a tényleg egy csomó minden kell hozzá, tehát nem feltétlenül, mint ahogy te valószínűleg soha se tanultad, hogy miért van ez. Már a vakcina, vagy a é, Nem, a, most a föld, a nap, a, a gravitáció, és a többi. Hú, szerintem egyszer tanultam nagyon régen, de ha kéne vezetnem, azért utána kéne olvastam. Hát miért nem esnek le a föld túlsó oldalán, ha egyszer gömbölyű a föld az emberek? De ha nem esnek le, mondjuk, miért nem folyik a fejükbe a vér? Hiszen hozzám képes fejjel lefele állnak. Én ha fejjel lefele állok, akkor a fejembe folyik a vér, és azt nem bírom sokáig. Akkor Ausztráliában hogyhogy hogy nem folyik a fejükbe a vér? A gravitáció miatt. Persze, de ez így már nem olyan egyszerű gravitáció. Számomra viszonylag egyértelmű vagy, igazából akár le is tudnám vezetni, de az, hogy nem mindenki számára ennyire egyértelmű, azt. azt, azt... Meg hát ezt egyszer meg kellett tanulni, Igen. ilyen dolgokat. Tehát például nagyon nem hiszik el gyerekek, amikor azt a kísérletet mondjuk a fizika szertárba bemutatják, hogy lejti a nagy dolyót, meg a kis golyót a Aha, tanár, és, és egyszerre érnek le. Két koppanást hallanak. Annyira, hogy például én fizika tanároknak kifejezetten szoktam mondani, hogy ezt csinálják meg, mert nagyon, ez nem fizika, nem pszichológia, tanulságos, hogy oké, okay, állítják, hogy két koppanást hallottak, most kössék be a szemüket, egy kivételével, hogy azért egy tanul legyen, és a tanár lejt most csak egy golyót, és mindenki állítja, hogy két koppanást hallott, és nem hiszik el annak az egynek, akinek nincs bekötve a szem, hogy csak egy golyót ejtett le a tanár. Nagyon működik ez a kísérlet, és tehát, hogy mit higgyünk el, hát ami optikai meg, nem csak optikai illúzió van, hanem auditív meg mindenféle. Mert nekem az élet során az rengeteget segített, hogyha a teljes hogy vakcináról vagy miről van szó, de az egész tudományos igazából levezetést elolvastam, akkor azért végig tudtam az egészet követni, és tudtam, hogy mi miért, hogyan jutottál oda. Biztos, hogy annyira pontosan tudod, hogy mi az a messenger rna Hát e, igazából e, tény, hogy ebbe is igaz. E, tehát minden információt tanult valahol az ember, és minden egyes információt nem lehet teljesen a nulláig vissza. Persze, hogy nem. Persze, hogy nem. Ezért kell a hitelesség. Tehát olyan fogalmakra tudunk csak építeni, amelyek már maguk is viszonylag bonyolult fogalmak. Tehát én, én sem tudom pontosan a messenger rna az, hogy mi benne az a, az a kémiai struktúra, ami a hírt viszi. Hát igazából a, hát egy kicsit különböző csak a DNS-től, és az az információ. De, az, de, de, az egyik. RNS, aminus... tehát eleve csak egy kis darabja. Igen, tehát a DNS-ből igazából le van másolva egy, hát igazából az, nagyon hasonlít a dns ez az egyik aminosabb, az szerintem. Az másik. RNS, igen, igen, de miért a Messenger RNS? Tehát milyen üzenetet visz? A proteinnek a, a kódolását viszi. Pontosan, igen. Hogyan kódol, hogyan visz, hogyan tud egy kódolást vinni? Hát igazából nagyon hasonló, mint hogy 01 1 esben hogy le van írva egy programkód, ott is igazából le van bele. De egy írva. programkódba se tudnál hirtelen egy ilyen programot írni. Hogy leírják egy proteint? Igen. Hát, hát, hogy mi, ha nem tudod pontosan, hogy hogy van kódolva, akkor nem tudsz olyan programot írni, ami a kódot vi. Igen, mert szerintem itt fordítva működött a tudomány, hogy megnézzék, hogy melyik miért felel, és a koronatok tudják, hogy... Nem, valaki, ilyen vizionális emberek, azok megsejtette, hogy hogy van, és onnantól sikerült bebizonyítani, hogy tényleg úgy van. De akkor, Tehát nem, nem lépcsönként épül ez föl. A, azt, azt, tudom, de az, hogy melyik, a melyik proteinnek, melyik rész felel érte, azt viszont valószínűleg... Azt már le lehet, az igen. Azt az egyesével már, gondolom nézték. Évek, egyesével ez felel az inzulé, Ez felel igaz, Csak éppen ilyen, egy millió megnézni. dolgot lehet megnézni, és ha nincs egy jó intuíciót, hogy mit érdemes ja, megnézni, nem. akkor soha se érsz a végére. Ezt, ezt, az, igen. Ez, ez érdekes, hogy igazából akkor ott is minden tényleg a hitelességgel van felépítve. Azért tehát... valamilyen fajta logikus gondolkodás, vagy kritikai hogy Azért a az szükséges hozzá. Hát én például, mint matematikus, bekerültem abba a csapatba, olimpiai felkészítő csapatba, ahol a legjobbak is ott voltak. Ott volt mondjuk egy lovász László, aki most az akadémia elnöke volt, és láttam, hogy mennyivel tehetségesebb nálam. Tehát, hogy mennyivel tehetségesebb mondjuk egy háromszoros olimpiai aranyérmes, egy egyszeres bronzérmesnél. Ez egyszerűen abban nyilvánult meg, hogy egy csomó mindent ő azonnal látott, amit én fejebb kiszámolni tudtam. Mit lát ő? Tudja a csoda. Ő maga se tudja elmondani, mert, te, mert ugyanúgy, mint ahogy te se tudod, hogy honnan tudod, hogy mi Franciaország fővárosa. Csak egyszerűen ennyivel tehetségesebb, tehát látja. Nem kell. Tehát azzal nem kell elszámolnod, hogy te hogy jöttél rá. Azzal kell elszámolnod, hogy hogyan bizonyítottad be, hogy tényleg úgy van. Tehát akkor előleg az a fontos, hogy valakinek már fiatal korában a tudományjal szemben legyen valami fajta hitelesség, Igen. És hogy kialakuljon valami, az is, hát valami hit, vagy valami bizalom azzal szemben, hogy abba, abba lehet bízni. Igen. És akkor utána meg, hogy legyen meg egy olyan kritikus gondolkodás benne, hogy ezeket a morzsákat minél inkább azért össze tudja állítani. És ha nem lehet őket összeállítani, akkor tudja, hogy azért ez akkor egy hibás, hogy ez itt Valami nem, nem stimmel, igen, na ez az itt valami nem stimmel, ez a lényeg. Ugyanis vannak a tudománynál sokkal gördülékenyebb, élvezetesebb, jobb megismerési módok. A művészet, a, a, a misztika, akár a hit is. Csak éppen ott egyetlen -ne egyet nem tudunk, azt, hogy amit tudjuk, amit megtudtunk, azt honnan tudjuk. Tehát nagyon sok mindent tudunk a világból így. És ezek érvényes tudások, tehát nem azt mondom, hogy hülyeségek, csak azt mondom, hogy nem tudományos tudás. Értem. Tehát amikor általában valaki vitatkozik, és valakinek mondjuk egy intuíció vagy hitből származik az a tudás, és valaki tudományosan elvileg tudja bizonyítani, akkor általában ez a vita, ez, 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 ez hogyan szokott, vagy ez, ez mi, ez, ez, ez akkor viszonylag egyértelmű. Egyrészt a, a tudomány egyáltalán nem zárja ki a hitet, Persze. de nem is írja elő. Tehát a tudomány művelői között én leg, legjobban azt a hármat szeretem, amit a három, körbe három legnagyobb fizikus alkot, tehát Newton, Einstein és Hawking. Mert itt pont történetesen van egy mélyen hívő, abszolút isten hívő Newton, egy abszolút Isten tagadó, ateista, ő Hawking, és egy agnosztikus, aki azt mondja, hogy fogalmam sincs, ő Einstein. Tehát na, Newtonnak azért segített a hite a fizikában, mert arra volt kíváncsi, hogy mit csinált, mi az Isten teremtett, Isten, ami ennyire jól működik. Tehát őt, ő a, őt a hite vezérelte. Hawking arra volt kíváncsi, hogy hogy jöhetett létre a világ, ha egyszer nincs Isten, aki megteremtse, őt az ateizmusa vezérelte. Einstein meg arra volt kíváncsi, hogy mekkora szabadsága lehetett mondjuk egy ilyen szimbolikus Istennek. Ő nem, volt, nem hitt Istenbe, de nem is tagadta, hogy létezhet. De, tehát ő szimbólumként használja Istent, ahogy mi is többnyire. És szerinted ez a határ, ez, ez mert én, én a arra gondoltam, hogy ez valószínűleg tudódik el, hogy régen nagyon sok olyan dologba hittünk, amit már tudományosan tudunk bizonyítani. És Meg nagyon ez... sok olyan dologba hittünk, aminek az ellentétét sikerült tudományosan bizonyítani. Tehát, hogy elvileg igazából ez, ez változik ez a határ, vagy ez, ez, a határ, ez folyamatosan megmarad, hogy mennyi dologba hiszünk, és mennyit, vagy, vagy érdemel, vagy ez... Nem tudom, nekem nem tudom. Szóval itt, itt, azért a pszichológia nem eléggé fejlett ahhoz, hogy ilyen állítást teljesek, hogy mit egy kibe hány százaléka, ez vagy az. Azt látjuk, hogy van, a, szóval, hogy, hogy sokféle megismerési módja van a világnak, és ebből a tudomány csak egy. Én azt merem állítani, hogy amit tudományosan lehet tudni, azt úgy érdemes tudni. Viszont nagyon, a, a legérdekesebb kérdések tízből kilenc olyan, hogy a tudomány is széttárja a kez, kezét, hogy ez nincs mit mondanom. És szerinted például ahhoz a kérdéshez, mint mondjuk most, amit a, a social média ugye, ugye támaszt az emberekkel szemben, hogy elkezdett elképesztő információ rájuk omlani, ami ugye eddig nem igazán volt megfigyelhető, az melyik a legjobb módszer, úgymond kb. felvenni a küzdelmet, hogy mégis ebből hogy ki tudj látni, vagy érdemes ez? Az a helyzet, hogy hajlamosak vagyunk átmeneti jelenségekből örökké valóságra vonatkozó következtetéseket levonni. Itt is ez van. Mennyire, hány éves a social media? Kicsit több, mint tíz éves talán. Na, legyen húsz. Mindegy, hát... Szóval érted, még nem alakult ki a helye, még nem alakult ki az, hogy hogyan viszonyuljunk hozzá, még nem alakult ki a, a, kritika, a kritikai élete körülötte, nem tudjuk, hogy mi hiteles, mi nem hiteles benne, ki fog ez alakulni. Ne sietessük. Tehát ugyanúgy, mint ahogy gondolj bele, hogy mit te mondjuk, Gutenberg idejébe, tehát mondjuk 5-600 évvel ezelőtt amikor a könyvnyomtatást feltalálták, hogy mindenki attól félt, hogy akkor, akkor, sajnos az emberi kommunikációnak vége, mert mindenki félre fog vonulni egy csöndes sarokba olvasni. Nem lett vége. És most meg a kolvasást féltjük, hogy szóval, tehát hagyjunk neki időt, hogy kialakuljon a, a helye a világban, a social médiának is. És mennyire veszélyes szerinted az, hogy ebbe egyre inkább már algoritmusok ugye vannak benne, aminek elképesztő ereje van, és itt könyarodva kicsit rá a mesterséges intelligenciára, hogy, hogy azért egyre több ilyen, ilyen hálózatnál már azért elég komoly mesterséges intelligenciát használnak. És ugye erre az emberi szihé mennyire van felkészítve az, hogy ilyen, ilyen szortírozza neki, vagy előszortírozza neki az információkat? De, na erre kell felkészítenünk majd. Szóval tehát nekünk tanároknak kell megtalálnunk, ugyanúgy, hogy az évszázadok folyamán azt eléggé megtaláltuk, hogy a tudományt hogyan tudjuk hitelessé tenni az egész. Tehát mit, által, első általánostól érettségig nagyjából ez az az időszak, ami alatt ezt el kell érni. Nincs egy olyan óra, ami hogy na ez a, most a tudományt most tesszük hitelessé. ez így kell felépíteni. No, ugyanezt, tehát, meg, tehát így úgy kell felépíteni nagyjából a oktatást, a képzést, hogy ez magától létrejöjjön ez nem öt perc alatt fog megtörténni. Nyilván van, amit már most is jól csinálunk, van, amit tök rosszul. És Mert... mennyire látsz ezekbe a mesterséges és intelligencia házatokba veszélyt? Vagy, Te, én ebben a, ebbe, a szempontból... Vagy, szerintem minden ilyen szempontból egy kicsit két kart, hogy mennyire látod akár a pozitív vagy negatív oldalát félelmet. Nézd, ugyanaz az eszköz kell hozzá, hogy minket megfigyeljen az állam, mint, az, hogy, mint ahhoz, hogy mi az államnak a körmére nézzünk pontosan ugye az a mesterséges intelligenciával. Tehát ha sikerül olyan törvényeket hozni mondjuk, hogy, hogy aki mesterséges intelligenciát fejleszt, az mit, tani? például bizonyos részét az köteles nyilvánosságra hozni, és törvényszegést követel, ha nem teszi meg. Mindig is lesznek törvényszegők, tehát mindig is lesznek tolvajok, meg gyilkosok, meg minden. De azért azok ellen megvan a eszköz, ahogy tudunk valamit fellépni. Tehát kellettek mondjuk, mit tudom Szent Lászlónak a törvényei a lopás ellen ahhoz, hogy fel tudjon lépni a állam a lopás ellen, az ő magántulajdon védelmében, az se Isten teremtette. És akkor a mesterséges intelligenciánál is valami fajta szabályozásra szerintem lesz a szó pontosan. Tehát, tehát, én azt állítom, hogy, hogy igazából a mesterséges intelligencia teljes, nagyon általános körű elterjedésének már most is sok területen nem műszaki akadálya van, hanem a lágytudományok nem eléggé fejlettek. Tehát például a jogalkotás, van egy önvezető autó. Egy olyan döntési helyzetbe kerül, ami ha te ember vagy és vezeted az autót, neked nincs ilyen döntési helyzeted. Kirohan elét három hülye gyerek egy labdával, nem tudod nem elütni őket. De ő mondjuk olyan gyors, hogy ő még, még van egy döntés, hogy neki vezesse a falnak az autót, esetleg feláldozva az egy szemutasát, vagy elüsse ezt a három hülye gyereket. Nyilván, az alapetika azt mondaná, hogy hát sajnos ezt az egy felnőttet kell feláldozni, de azért nem biztos, hogy vennél ilyen autót. Igen, tehát hosszú távon szerinted ez melyik irányba fog elmenni? Hogy... De, hosszú távon ez ki kell, ki kell vitatkozni, ki kell, hogy alakuljon. Tehát ez törvény kell, hogy szabályozza, hogy te nem fejleszthetsz olyan autót, amiben ez valamilyen módon nincs beleprogramozva. És ha ilyet fejlesztesz, lehet, hogy a piacon előnybe kerülnél, de törvényszegést követsz. És szerinted Tehát, mennyire jól fogja tudni lekövetni a törvényhozás az ilyen gyorsan fejlődő területeket? Vagy ebben is valami neki, aggály? Nem, le ne fogja követni szerintem. Tehát le fogja követni, eddig mindig lekövette. Tehát nézd, gondolj bele, hogy a sajtónak is megvannak a törvényei. Mióta van egyáltalán sajtó? Hát még nincs ezer éve, 500 éve sincs, meg utember, volt körülbelül 500 éve. Tehát Szóval érte, Tehát azért ne, ne, nézzük le a lágy se. A pszichológia is, az etika is, a filozófia is fejlődik. Szóval egy ilyen masszív műszaki fejjel hajlamosak vagyunk úgy gondolni, hogy hát azok majd valamit követnek. De nem, mert például, például a, a már a önvezető autók is már most is elterjedhetnének, mert jobbak, mint az ember. Tényleg, most szóval. kezdenek oda eljutni szerintem. De most már jobbak. Igen, Tehát most már Magyarországon van mondjuk évente 5-600 ember hal meg az utakon. Ha minden autó önvezető lenne, valószínűleg ez a tizedese lenne. Akkor is lennének balesetek, mert hát mindig van, hogy az védhetetlen. De 500 ártatlan ember életét menthetnénk meg azzal, hogyha minden autó önvezető lenne. És akkor szerinted mennyi idő még ez, ez el fog akkor terjedni, vagy amíg ezek a... Ugye láttu, de, annyit, a, hanem, hanem. létre fog jönni. Tehát, hogy megfogja. fogja... Egyébként nem csak, a, nem csak, az etika vagy a jog, például a gazdasági, még a pénzügytechnika is. Az 1400-as években, amikor körülhajozták Afrikát, Magellán, meg a többiek, akkor már tudták, hogy Indiába lehet, el lehet jutni vízi úton is. Még nem volt szó ez csatorna, tehát azt a kurva nagy földrészt kellett megkerülni, mindegy, akkor is el lehet. De ehhez sokkal nagyobb hajók kellettek, mint amivel korábban a földközi tengermedencéjében mászkáltak. Annyi tőkéje még egy ilyen gazdag itáliai városállamnak se volt, hogy ekkora tőkét lerakjon egybe, ami egy ilyen hajó, vagy ilyen hajók megépítéséhez kell. Ez ki kellett alakulni a bankközi pénzügyi technikáknak, amik akkor nem voltak meg, és ez eltartott száz évig. Vagy például mondok egy másik példát, az mondjuk szintén jog, például mit te, egy francia, egy Papen nevű francia már 1690 valahányban csinált ugyanolyan gőzgépet, mint a James Watt, mégis az ipari forradalmat 1769-től számítjuk, amikor a James Watt üzembe állította az, a gyárát, a szülőgépes gyárát. Azért ez a 70 éves késés, vagy még több, ez azért történt, mert nem volt olyan vállalkozási forma, amit ma KFT-nek nevezünk, tehát ahol nem, te, nem életeddel és asszonyoddal és gyerekeiddel vagy felelős a, azért, hogyha még felrobban a gyár. Jó, részvénytárság volt, de az soha se kezdő, az most se, induló cégeknek való, nem arra van kitalálva. Tehát akkor általában ezek az innovációk kb. kéz a kézben követték egymást. Persze. És tehát szüksége volt a másiknak ahhoz, hogy kitalálják. Persze. Ez hajlamosak vagy mondjuk mérnök elfelejteni, hogy, hogy egy csomó mindegy, egy társadalmi környezet is kell mindig a mérnöki munkához, vagy akár a mérnöki innovációkhoz. És akkor szerinted a mesterséges intelligencia további terjedéséhez is szükséges a szociális, vagy ezek a háttér? Egy csomó mindennek meg kell oldania, oldódnia. Mondok egy példát, például megfelelő mesterséges intelligencia mérnököket kell képeznünk. Hogy ez a lánya kiége be, hogy ő lenne polgár Judit, az első gondolatom az, hogy húsakkozzunk. Mert erre mondhatja azt, hogy bocs, most nincs kedvem sakkozni. Igaza van, mindenki mellé fog állni. És képzeld el, hogy beülsz az önvezető autódba, azt mondod, hogy vigyél el engem gyárra, amit te iparterületre, mire azt mondja, hogy most nincs kedvem elvinni téged, mit te beszélgessünk, inkább a költészetről. Hát én viszem a bontóba, nekem így nem kell. Na most az a helyzet, hogyha a homoszapienszel meg előfordulhatott az, hogy így öntudatra ébredt, akkor akármivel előfordulhat, akár a mesterséges intelligenciával is. Tehát ez, ez létező, előfordulhat, amit én állítok, hogy addigra ki fogunk képezni annyi mesterséges intelligencia mérnököt, aki ezzel fog tudni, mit kezdeni, meg meg lesz az a törvényi környezete, hogy mesterséges intelligenciát például csak úgy csinálsz, ha ilyen meg olyan off-kapcsoló is van rajta. Szerinted mennyire vagyunk távol egy ilyen general, vagy általános ilyen AI-tól, mesterséges intelligenciától? Egyelőre vagy... nagyon, tehát egyelőre és, inkább és ilyen. És mi az, ami szüksége szükséges szerinted ahhoz, hogy ide, ide eljussunk, hogy... Tudjunk egy ha alkotol. tudnám, hogy mi a szükséges, akkor már rég csinálnánk. Nem tudom, szóval majd meglátjuk. Hogy... De akkor, akkor szerinted elképzelhető, hogy akár néhány évtizedben belül oda, ami már egészen, egészen hasonló? Azt Simán ugye... elképzelhető, de mondom addigra ki. Nézd, ma, most azt se tudjuk megmondani, hogy mit kell tanulnia egy ilyen mérnöknek. Majdnem biztos, hogy elég sok pszichológiát például. Mm. Tehát kell érteni, hogy mi az a self, tehát mi az az egy elég speciális pszichológiai fogalom, nem egyszerűen én tudat vagy ön tudat, hanem az az a fogalom, angol szóval, nem is latinnal fejezzük ki, az a fogalom, amikor egy lény feltesz olyan kérdéseket, hogy ki vagyok én, miért vagyok itt a világba, mit tehetek azért, hogy ez egy jobb világ legyen, szóval ilyeneket, ami önmagát definiálja, akár azt is, hogy van-e Isten. tehát, tehát most, úgy tűnik, hogy az egész élővilágban egyelőre csak a homo sapiens az, aki ilyen kérdéseket feltesz. És egyébként tudományosan már tudjuk, hogy ez, ez miből adódik, vagy mi? nem, nem. Tehát tudjuk. akkor ezt a mai napig nem tudjuk, nem, hogy ez honnan jön. Nem tudjuk, nem olyan régen pár éve meghívott egy, egy ilyen katolikus bázis közösség pont, hogy a mesterséges intelligenciáról beszélgessünk. És elmentem, mert hát nagyon kedvesen hívtak meg, rohkószensek voltak, abszolút nem zavarta őket, hogy nem ismerem a dalaikat, tehát így imádkoztak az elején, meg énekeltek, nem érdekes, sőt, ültem tisztességgel. Aztán nagyon jó beszélgetés alakult ki, én meg egyszer csak feltettem azt a kérdést, hogy na figyeljetek, ha egy mondjuk egy, egy ilyen mesterséges intelligencia öntudatra ébred, és feltesz ilyen kérdéseket, mondjuk, hogy miért vagyok én a világon, Na, az emberről tudjuk, hogy ez az eredendő bűne, és ez alól váltotta meg Jézus Krisztus. Megváltotta-e Jézus Krisztus ezt a mesterséges intelligenciát is? De egyértelműen azt mondták, hogy persze szerintük megváltotta őt is. Tehát a mesterséges intelligenciát végülis a bűnei alól megmentette, Igen. hogyha tudatra éb lenne. Igen. Most én számomra, na megint én számomra ez így igazából a megváltás nem mond semmit, mert nem vagyok hívő. Ettől még tudtunk beszélgetni, és értették a kérdésemet, én megértettem a választ. És mire irányult nekik mondjuk a legtöbb kérdés ilyen mesterséges intelligenciával kapcsolatban? Például ilyesmire, hogy, hogy, hogy mennyi, amit te is kérdeztél, tehát hogy mennyire higgyünk neki, hol mi lesz a kontrollja, egyáltalán mi van, ha öntudatra ébredt, mi van, ha ellenünk fordul. Persze, hogy ez érdekli az embert. Igen, meg ö, valahol az interneten találtam is ilyen gondolatkísérletet, hogyha van rajta leállító gomb, akkor észreveszi el a mesterséges intelligencia magáról, hogy van rajta leállító gomb. És de. akkor ott, ott már rengeteg nagyon érdekesen ilyen gondolatkísérletbe futunk bele, hogy egyáltalán lehet rakni rá a leállító gombot. Ezért mondom, hogy ezeket, de azért először is legyenek erre kiképzett mérnökeink. Hm? Nekem a kedvenc példám most például az a koronavírus ugyanis két éve azt se tudtuk, hogy létezik, nem is tanítottunk róla semmit. Ennek ellenére pillanatok alatt lett néhány tízezer kitűnő koronavíruskutató, és egy év alatt sokféle, egy csomóféle hasznos és működő vakcinát kifejlesztettek. És szerinted ehhez akkor a egyetemek tudományos gondolkodás mi az, ami szükséges ahhoz, hogy a társadalom képes legyen erre? Hát egyrészt a tudományos gondolkodás, másrészt az, hogy a valamennyi egyetemi autonómia legyen. Tehát ne kérjék rajtam öt percenként számolni, és akkor az ipart mivel váltom meg. Tehát ugye a, az alapkutatásoknak legyen nagyobb helye, hogy ellessen. De nem csak, hogy nagyobb helye, az lehet központilag nagyobb autonómiája. Szerinted ezek az új technológiák mennyire módosítják az embernek a, a gondolkodását? Vagy ez, ez érdemes? Akaratlanul is gondosítják. Tehát mit tesz a most, ha azt mondom, hogy koronavírus pontosan tudod, hogy az micsoda, két éve fogalmad nem lett róla róla, hogy van egy ilyen tüskefehér, és mit tudom, ilyen hülyeség, ami valahol a denevérekbe tenyészik, és nem érdekel senkit. Hm? Igen, mert, mert ez egy csomó emberben talán depressziót is okoz az, hogy ugye látni másokat, vagy egy ilyen, 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 szempontból a social media az emberekre szerinted mennyire, mennyire gyakorol negatív hatást, vagy ez is egy olyan dolog, amit, amit meg kell csak szimplán tanulni. Bár, bármi hat, gyakorol negatív hatást, tehát szóval még egy szerepjátékban is tudunk olyan, olyat létrehozni, hogy hú, hirtelen nagyon lelombozódik a másik. Általában bele is szoktunk tenni a szerepjátékokba ilyen vészkiáratokat. Wow. Hogyha túllép, hogyha túlmegyünk. Meg gondolj mondjuk egy szadomazó kapcsolatra, mindig van olyan szó, ami, ami, ami azonnal leállít. Tehát, kell is. Tehát ezekben a ilyen hálózatokban is akkor szükség lenne valami ilyen... ilyen... Van is, mindig van valami. Ami, ami kiutat mutat. Igen. És a, ugyanitt nagyon ugye terjednek a mémek például, és, és én olvastam, hogy a memetikával, meg a mémekkel, hogy milyen mi, mi foglalkoztatok, hogy ez a, ez a, tudomány, ez, ez, ez meg ez, ennek a marketingben való használat, ez hova jutott? Vagy ez? A marketingben anélkül is egész jól használatónak bizonyult, hogy néhány alapkérdést megoldott volna a tudomány, de ez gyakori, tehát mit nem, a technika egy csomószor olyasmit tud alkalmazni, amit a tudomány még nem bizonyított, csak úgy néz ki, hogy működik. És a kapcsolatban mi az, amit, amit tudunk, amit mondjuk akár pszichológia szempontból tudunk velük kapcsolatban, és mi az, ami egy ilyen best practice csak velük szemben? Azt hiszem a nagy rész best practice. Tehát ez az egész mém fogalom, ez, ez Elégként ez az, aminek tudjuk is az eredetét, tehát Dawkinsnak az Önzőgén című könyvébe vetette fel először ezt a gondolatot, Richard Dawkins, de Szóval ez egy, ez, egy, ez egy tudományos látásmód inkább. Úgy néz ki, ez nagyon gyakori az, hogy egy tudományos látásmód akkor is segít a technikába, hogyha téves. Tudok ilyen példát mondani. Például mondjuk, na, volt ez a Flogiston fog, elmélet, tehát az, hogy az égés anyag, az egy, ez egy nagyon speciális anyag, ami akár negatív súlyú is tud lenni. Logikus, gondolj bele, ha például a fát égetsz, akkor a keletkező égés termék, a fahamú, az könnyebb, mint a fa volt. Ha vasat égetsz, tehát vasat raksz a tűzbe, akkor a keletkező égés termés, az oxidált vas, ma így mondanánk, az nehezebb, mint az eredeti vas volt. Kicsivel csak, de az jó kimérhető. Most erre a leglogikusabb tudományos magyarázat az volt, hogy nyilván van egy speciális égésanyag, ami tud pozitív és negatív súlyú is lenni. Ez volt a flogiszton elmélet. Na most a tudomány erejét az mutatja épp, hogy a flogiston elméletet arra például rájöttek, hogy kohókat akkor szellőztetni kell, fújtatni, mert úgy látszik a flogisztonnak ez kell. Tehát a flogiston akkor virul. Tehát egy teljesen téves elmélet alapján a kohászat a 1700-as években soha nem látott eredményeket ért el Toledói penge, meg Szolingeni acél, meg ilyesmi, hát mai is, mai is, ezek így, így, ilyen szól, benne vannak a nyelvbe. Tehát ez egy téves elmélet alapján, pusztán azért, mert a tudomány az akkor is működik, hogyha az alapelmélet téves. Tehát juthat olyan best műszaki gyakorlatokra, amely, ahol nem zavar senkit, hogy az a, kit zavar, akkor, hogy tehát érted, ha, ha mondjuk mit te, karddal vered szét az ellenfelet, akinek valami régebbi kardja van, mit érdekel hogy az a, hogy a Trogiston elmélet, tehát közben Mendelejé, meg Priszli, meg a többiek tévesnek mutatták ki. Tehát a tudományban pont ez a lényeg, hogy a tévedései is, pusztán azért, mert a módszere ennyire szigorú, vezethetnek eredményre. Kicsit így látom a memetikát is. Tehát nem állítom, hogy, a, hogy az, amire építjük mondjuk a cégünk kutatásait, az igaz. Ugyanúgy lehet tévedés, mint a flogiszton elmélet. Ettől még az eredmény, amit kapunk mondjuk marketingbe, vagy mondjuk mit tehetol edói a cél, vagy a szolingeni penge, az attól még működik. És melyik mémek szoktak általában legjobban működni? Vagy mi az, nem a... egy mém, szóval itt mindig egy mém struktúra Van-e valami olyan, nem tudom, ilyen, típus, típusa vagy besorolhatósága, ami alapján. Nem, nincsen még egy ilyen taxonómiája, nem tudjuk. Szóval most már tényleg 50 projekten, több, több, mint 50 projekten vagyunk túl a legkülönbözőbb cégeknek, nagy cégeknek, tehát bankoknak, telekó cégeknek, mit nem, fogyasztási cégeknek akár, és Szóval most már hogy lehet, hogy érdemes lenne egy metaalazízt is csinálni, csak hát tudod, rákap az ember arra, hogy, hogy, az alkalmazott kutatás az más, mint az alapkutatás. De például baromira nem érdekli a cégeket az, hogy mondjuk az irodalom jegyzékem legyen teljes. Az érdekli, hogy mi jött ki. Ugye, mint ahogy a kohász, kohász se érdekli az, hogy most akkor mit mondott Priszli, mit mondott mennyire, mit mondott a többi az érdekli, hogy akkor hogyan, hogyan, alakítsam ki a fújtató rendszert. Nézd meg például a ómassai kohót, ragyogó, még máig is működik, egyébként időként beindítják. Jó, azóta azért Dunajvárosban vagyok, hát Diós Györbe is, az ott van pár kilométerre, sokkal nagyobb mennyiségben is jobb a cél tudnunk gyártani, de azért az működik. És itt, itt, van valami intuíció, ami, ami alapján, vagy itt ez még teljesen egy... Hogy ne lenne, szóval, tehát ennek alapján dolgozunk, de Szóval, mint tudomány még nem tudom eladni, nem tudnám eladni. Egyébként ennél rosszabb a helyzet bizonyos szempontból, mert még tanítani se tudom. Nem azért ezt tanítani tudnám, hogy hogy csináltuk és mi jött ki, csak éppen a cégek nem járulnak hozzá. Mert a cégek azt mondják, hogy én fizettem azért, hogy ezt megkutassátok, én akarom tudni, ne a konkurencia profitáljon belőle. Egyébként pontosan ezért van az, hogy el kellett gondolkodnunk például az, hogy mi a helyzet a politikai megy és azt a megoldást találtuk, hogy pártnak nem dolgozunk, egyiknek se, se arra, amire szavazunk, se arra, amire nem szavazunk. Viszont kormánynak bármikor, tehát, le, tehát legitim módon megválasztott kormánynak, tehát a Fidesznek nem dolgozunk, a magyar kormánynak többször is dolgoztunk. Ha egy kormánynak dolgozol, lehet, hogy titkosítja, de ha lesz egy másik kormány, az bármikor feloldhatja, ha ő is kíváncsi rá. Nagyon érdekes lesz szerint amikor ezek a kutatások esetleg valamelyik nagyvállalat feloldadná a titoktartást, és hogy milyen eredmény. hát de Én rendszeresen kérem, mert, hát mert, szeretném tanítani, de nem járulnak hozzá. Már most az absztrakt példák nem jók itt, szóval nem, nem, nem meggyőzőek, nem Igen, mert egy mém, mémbe pont az adja az ütést, az a kicsi extra Exzer. dolog, és azt, azt nehéz, néz Igen, és a másik, szerintem az ilyen eh, social médiával kapcsolatban érdekes, ez a netes trollkodás, hogy arról mit gondolsz, hogy az, hogy az mennyire szükségszerű, hogy van, esetleg az mennyire káros, vagy, vagy igazából, az, 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 felmerül egy ilyen kérdés is például bennünk, hogy egy olyan ember, aki például interneten trollkodik, az, az vajon, vajon emiatt kevésbé mondjuk aktív fizikailag az életben, vagy általában ez, ez, ez összesen? Még aktív. az is lehet, hogy még aktívabb. Még aktívabb is. Persze, hát miért most, attól, most te attól kevésbé vagy aktív cégvezető, hogy most épp egy ilyen műsort csinálsz? Nekünk pont ez merül fel bennük kérdésként, hogy nem, tud, nem, nem tudjuk, hogy például ez, ez hogyan hat az Nem, emberekkel. nem, sehogy, nem függ össze. Tehát ugyanúgy nem függ össze, mint ahogy mit a tudomány és a vallás se függ össze. Tehát pont most mondtam, három olyan fizikust, ami a Igen. három szélsőségre, mert három van, három nagyon jó példa, mert ennyire élesen. És hogy mi hozza ki egy emberből a, a, a trollkodást, és hogy szerinted ezzel érdemes egyáltalán foglalkozni? Vagy hát ez... foglalkozni muszáj, de nem érdemes. Tehát nem is lesz a... Nézd! Mert egy csomó embert ugye ez szerintem nagyon negatívan érint az interneten. Szerintem az is, hogy valaki azért nem meri megfogalmazni mondjuk a, a, véleményét, hogy utána le lesz trollkodva az interneten. És hogy, hogy ez... Hát az a kisebbik baj, a nagyobbik baj, ha emiatt kirúgják az állásából, az az nagyobbik baj, mert, az ellen nem lehet védekezni. A trollok ellen lehet, mert kit érdekel. Tehát érted, ha na, főleg minél inkább kialakul a, a jogrend körülötte, annál inkább tudom, hogy a troll az bűncselekményt követel. Tehát ha leütnek az utcán, az ellen nem tudok védekezni hogy időnként embereket leütnek az utcán, de azt tudom, hogy ez bűncselekmény, és az is tudja, aki teszi. Tehát akkor akkor ez is a jogeszközével hosszú távon szerinted ez egy rendeződő problémakör lesz? Mondok egy példát, amitől például egy egész ország működni kezdett, anélkül úgy, hogy minden, teljesen abszurd volt, Izrael állam alapításánál az alapítónak, az állam alapítónak az volt a víziója, nem az, hogy itt egy szuper édeni országot alakítunk, Az volt az, az, volt az álma, hogy egy olyan országról álmodok, ahol zsidó rendőr üldöz, zsidó rabló, gyilkost. Ennyi? Ennyi. És ettől kezdett el működni. Tehát itt is a trollkodásban igazából csak ez a fontos, hogy Persze. igazából a körbe legyen kötve. Igen. És a törvény azt mennyire fogja jól tudni szabályozni, hogy mi az, ami tényleg trollkodás, mi az, ami egy negatív vélemény, vagy hol fogja, vagy Igen, ez is egy olyan határ, ami. A jogtudomány is fejlődik folyamatosan, tehát a határok is változnak. Már attól is függ, hogy milyenek a trollkodási technikák, a technológiák, mit adsz a kezükbe, vagy mi van a kezükbe automatikusan. Tehát ez folyamatosan változni fog, de én ettől nem félek, ez ki fog alakulni. Szerinted ezeknek a területeknek milyen hatása van a gazdaságra? Meg egyre több gazdasági szereplőnek ugye ebbe bele kell menni a social médiában, mert ha nincsen ott, akkor nincsen jelen. Hogy ugye írtad, hogy, egy, hogy Darwini evolúció szerint a gazdaságban is működik, és hogy ennek szerinted milyen hatása van ezekre a területekre? Vagy ez, ez... ez... Természetesen hatása van. Ugyan, szóval magát nem fogod észrevenni, hogy működik. És akkor, akkor szerinted nekik is ebbe csak részt kell venni, és akkor követni, megpróbálni minél inkább követni ezeket a trendeket. Nem tudsz nem részt venni benne, mert akkor lemaradsz. Elvileg arról is volt egy cikk, hogy ugye minden sikeres cégvezető tudja, hogy nem lehet minden szabályt betartani, uh -huh. és elvileg csak úgy lehet, hogy úgy érvényesül, hogyha néhány szabályt azért felrúg az ember. És szerinted ez is egy olyan, olyan dolog, ami, ami kialakul, vagy egyáltalán lehet olyan törvényi hátteret biztosítani, be nem kell felrúgni szabályt, vagy ez, ez egy... Nem lehet. Nem lehet. Egy matematikai tény is. Igen? A gödeltétel környékéből következik az ilyesmi, hogy nem lehet. Tényleg, szóval nincs olyan. Annál sokkal bonyolultabb a világ, de már a számok, az egész számok végtelenje is bonyolultabb annál, hogy ilyen lehessen. Mindig lesznek joghézagok, mindig lesznek olyan, mindig lesznek igazságtalanságok, mindig lesz mindig lesz olyan, amit amihez meg kell változtatni az adott rendszer. És ezt matematikailag be is tudták bizonyítani? egy Ez matematikai tény, igen. Hihetetlen. Szerinted akkor lehet-e olyan környezetet teremteni, ami ideálisabb a vállalkozások számára, vagy akkor ez... Vagy, ez... Nem, ez folyton ez egy változó. Ez dolog. Igen. Nézd, abban a világban, amiben mi élünk elvileg, abban az a alapelv, hogy amit nem tilos, az szabad. De azt is tudjuk, hogy ugyanakkor disznóságokat is csinálunk ezzel, en, 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 erre építve. Mert az holnap tilos lesz. Na most az is van, hogy az is egy elf, hogy visszamenőleg nem hozunk törvényt. Tehát te nem vagy elítélhető olyanért, ami akkor nem volt tilos, amikor csináltad. Ez néha, néha, visz, néha nem így történik. Tehát az utóbbi tíz év magyar törvénykezéséből is tudok visszamenőleges hatályú törvényeket, de az azért elvileg alkotmányellenes. És akkor egy vállalkozási környezetnek hogyan tudja meghatározni, hogy mi az, hogy mennyire kell vagánynak lenni, vagy ez egy olyan dolog, ami intuíció megint Intuíció, muszáj. Tehát én például azt nagyjából ott húztam meg a határt, hogy olyan disznóságot nem csinálok, amiért lecsuknak, vagy hosszabb időre lecsuknak, de nem ritka volt például olyan, hogy mondjuk egy egy szab adószabályt felrúgni olcsóbb volt, mert a büntetés kevesebb, mint amennyiben a cégnek a cég speciális működése miatt került volna betartani. Hát persze, hogy felrúgom. Igen, csak szerintem pont ez egy érdekes dolog, hogy a legtöbb embernek, aki vállalkozni szeretne, nem mondják el, hogy hát igen, egy pár szabályt majd fel kell rúgnod, mert különben versenyhátrányba kerülsz, és akkor veszíteni fogsz. hogy magától nem jön rá, az ne vállalkozónak. Le, ezt nem is feltétlenül szerintem az, hogy rájön, hanem igazából egy elvárás, hogy akkor ugye minden, mindenkivel szemben ugye ebbe tökéletesség van elvárva, és nem. így akkor nem is lehet akkor elvárni. Az nem egy ilyen vállalkozónak, aki ennyire, ennyire tökéletességre vágyik, aki ennyire perfekcionista, nem lesz jó, nem fog működni a vállalkozás. És szerintem aztán, nem, már, akkor, akkor nem is kell elmondani, mert erre majd úgy is el fog jönni. Vagy nem, De nem... hány százalék vállalkozóra van szükség? Nem kell, hogy mindenki vállalkozó Persze, legyen, össze. sőt, az embereknek 5-10 százaléka se legyen vállalkozó, mert annak azért megvannak a maga nehézségei is. Tehát egy csomó olyan problémája van egy vállalkozónak, ami, ami más embereknek nincs, mert megkapja a fizetését, és beoszza be. Igen, csak szerintem pont ez, hogy akkor egy, egy csomó, csomóan úgy néznek akár mondjuk egy vezető ilyen szempontból, hogy irreális dolgokat szabnak akármilyen mi a társadalmi A vezető és is. a vállalkozó az két különböző. Igen, jól. igen, igen. Jó, lehet, vállalkozó. hogy semmi, személy, személyileg néha összeesik, sőt gyakran, de azért az két különböző, hely, két különböző, hely, a világba. Igen, mert a vezetőnek nem feltétlenül felérte jogilag, de mondjuk a vállalkozó igen. meg igen. Tés. igen. És úgy fordítva is, egy vállalkozó nem feltétlenül tudja, hogy, hogy szóval bármikor kiadhatja a vezetést. Igen. De szerinted, amikor a valaki akár könyvírása, újságírása adja, adja a fejét, akkor például a te esetedben mi, 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 volt igazából a milyen társadalmi terület, vagy milyen társadalmi igazából csoport volt mondjuk a cél, és inkább tájékoztatás, szórakoztatás, hogy mi volt igazából? Bennem el, elhivatottság nincs, ezzel kezdtük az elején, hogy szépen keretbe foglalódik a dolog elhivatottság az nincsen bennem. Tehát nem, nem gondoltam én, hogy na, nevelni akarom a 16-22 éves korosztályt, stb. Hanem úgy egyszerűen úgy voltam vele, hogy hát, ha valakit érdekel. Szóval csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret, az vegye a kezebe a, ezt a könyvet, aki ilyesmit szeret olvasni. Nagyjából kialakult azért egy olyan olvasóközönség, aki ilyet szeret. Tehát, ha nem alakult volna ki, akkor azt mondtam volna, hogy ez egy tévedés volt, más kell csinálni ha van valami olyan mondani amiről úgy érzed, hogy ez érdekes lehet egy megfelelő mennyiség, direkt nem azt mondom, hogy sok ember számára, azért nem mondom, hogy sok, mert relatív, hogy mi az, hogy sok. Tehát az én könyveim példányszáma soha se fogja elérni, majd mit Müller Péter vagy Csernus Imre könyveinek a példányszámát, de ugyanabban a műfajban, aminek a csúcsa mondjuk Magyarországon ez a két ember, abban a műfajban a tizediket már leverem, már az ötödiket is. Tehát az a közönség, aki ilyet szeret olvasni, az is egy viszonylag jelentős mennyiségű. És szerinted, mert néhány ember ugye, hogy ezt előbb említettem, fél atta, hogy gondolatok kb. örökre megmaradnak, hogyha ugye valaki kiadja, hogy ettől mennyire érdemes ugye, akár félni, vagy tartani így egy jelen, jelen hát, környezetben? Túlzott, túlzottan ezt szoktunk félni a tévedéstől. Tehát, nem kell. Tehát, hogy akkor ennek attól. ez a lényege, hogy aki, aki tudományosan gondolkodik, vagy megpróbál, akkor ez, ez, ez vele Az rendszeresen tévedni fog, igen, vele jár. Az uh, utolsó uh, témakör az meg a COVID, mert ugye az nagyon sok ja. embert most érintett, és uh, hogy ez, 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 azért a bezártság, az egyedül lét, a home office, hogy ez, ez, milyen, milyen pszichológiai, akár ilyen problémákat okozhat szerinted embereknél, amilyen... Nézd, először is fel kell dolgozni azt, hogy hogy rengeteg halálos áldozata volt ugyan a Covid-nak, egy-két millió a világon, nem 100 millió mint a spanyol náthának száz éve. Az, ha akkor itt tartott volna a tudomány, mondjuk 1915-ben vagy 20 ban akkor annak is csak egy-két millió áldozata lett volna. Több áldozata volt a spanyol mint a két világháborúnak együtt. Tehát, tehát először is most az a problémánk, hogy a bezártság, meg a, meg a karantén, meg a, meg a home office, tehát egy csomó minden újat kellett tanulnunk, meg újhoz kellett szoknunk. Nem az a problémánk, hogy minden családban tucatjával haltak meg. Ez, ez így van, de hogy a, az, az, emberek, aki mondjuk egy, 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 éve mondjuk már home office van, és ugye el van zárva az ismerősétől barátaitól, hogy ez mennyire lehet akár hosszú távon ennek valami, akár ott, hát, haszna a... biztos, hogy van. Nagyon sok hasznát látom. Tehát például az egyetemen egy csomó minden olyasmi egyszer megelevedett és elkezdett működni, ami évek óta, egy évtizeden kéne, hogy működjön, és nem működik, nem működött. Most meg összekapták magukat az informatikusok, és két hét alatt megcsinálták úgy, hogy tényleg használható legyen, igaz, mi tanárok is összekaptuk magunkat, és elkezdtük használatba venni, miközben évtizedek óta bolykottáltuk valamennyire őket. Tehát ők nem csinálták meg, mi meg nem is akartuk használni. Ez így egy értelmes egyensúly volt. Most, hogy muszáj volt, megcsinálták, és használatba vettük. Tehát kutattuk is ezt egyébként memetikai kutatással más. Tehát például azt, hogy, hogy hogyan lehet rávenni, Azokat az embereket, akik eddig nem szoktak rá az internetes fizetésre, és ragaszkodnak a sárga csekkhez, nem feltétlenül hülyékről van szó, nem, csak nem is butákról, hogy lehet rávenni, hogy az internethez Ez a járvány, egy csomó ember rájött, hogy az interneten is ugyanúgy le tudja fűzni. Mindegy az végül is, hogy egy, egy folderbe fűzi ele, vagy fizikailag. Most ráérzed, hogy ez mindegy eddig zsigerileg tőle, hogy ha nincs itt a kezemben, nem fogom tudni bizonyítani, hogy befizettem. És az ott ez esetleg akár negatív, volt ennek negatív hozadék, hogy az emberek valamit nem tudtak egyedül feldolgozni, vagy a bezártság mondjuk túl sok volt. Van olyan is, persze. Tehát ha szóval van ilyen, hogy Covid lesz, meg COVID, szóval post-Covid trauma, de lesz olyan is, még nem látjuk, de mint ahogy van a PTG, a Posttraumatic growth, tehát a trauma utáni növekedés, ez egy létező pszichológiai fogalom, és nagyon is van. Tehát egy jól feldolgozott trauma után nagyon gyakori, hogy az illető erősebb lesz, és akár jobb ember lesz, mint korábban volt. Tehát akkor lehet De... az, hogy valakit ez mondjuk viszonylag megviselt, viszont a utána ebből nagyon pozitívan. Igen. ki is tud jönni. Igen. Tehát például gondolj bele, mit te mondjuk egy pincér vagy egy színész elment mondjuk pizzafutárnak, mert most onnan tudott megélni, élni muszáj. És egy év múlva visszam egy pincérnek, visszamegy egy színésznek, és lehet, hogy, 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 nem fogja annyira kiszolgáltatottnak magát érezni, érezni magát, mert tudja, hogy vizafutárként is megállta a helyét. Az utolsó kérdés meg úgy hallottuk, hogy elvileg várhatod egy könyv, hogy esetleg arról egy pár szót tudsz mondani, vagy arról, Tudok. hogy a, a, az emberek, akik hallgatnak, megnézek minket, hol tudnak esetleg téged követni? Hát te, van ez a Facebookod, ez a Dr. Mérő László oldal, azt, nagy, azt nem én csinálom, de néha én is kiteszek. Tehát én, én ilyen olyan publicisztikákat szoktam oda kitennem, nek valami, nem ilyen, úgy érzem, hogy nem valamelyik újságnál van jó helye, hanem így ugyanannyi emberhez eljut nagyjából, így is, mint úgy, csak nem ugyanazokhoz. Ez van. A, a könyv, hát most rám a kiadó egy-két hónapja, hogy, hogy már rég jelent meg ilyen kis írásaimból könyv. És érdekes, mert összeraktam egyet, és tulajdonképpen négy negyedkönyv. Szóval négy olyan téma volt, amiből egy-egy ilyen negyed könyvnyi anyag volt, akkor várhatok, hogy most meg, valamelyikből nőjön ki egy teljes könyvnyi, vagy közreadom így, ahogy van, olvassa mindenki, amit érdekli. Épp most így döntöttünk, hogy közreadjuk így, mert a négy témából legalább három most nagyon aktuális. És mert a Facebook az most izgalmas, hogy mit tud, mit nem tud. Orbán Viktor most érdekes. Orbán Viktorról egyáltalán bármelyik miniszterelnökről alig írtam korábban, de most elkezdett érdekelni, hogy miért ilyen ellentmondásos, mi, mi van, szóval, hogy mi ez az ember, mit csinál, mit, hova, mi, hova, szóval. tényleg furcsa egy szó, szóval. úgyhogy erről is egy negyed könyv. Az lett a címe, hogy a, hogy szélkakas. Na ennek az az oka a címnek, hogy szóval Orbán Viktort azért nem szeretik például a partnerei, vagy akár aki Magyarországon nem szereti, mert abból, amit ma csinál, semmi nem következik arról, hogy mit fog holnap csinálni. Olyan, mint a szélkakas, arra fordul, amerre a szél fúj. De Orbán Viktor ennél sokkal okosabb, ő nem olyan szélkakas, ami arra fordul, amerre épp fúj a szél, ő arra fordul mindig, amerre holnap fog fújni a szél. Ez azért nem semmi. Szóval ez egy nagy képesség és nagy okosság, de ezt nem lehet csak úgy lesöpörni a... Tehát aki Orbán hívő, és Magyarországon sok ilyen van, az, 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 azt ez nyűgözi le, hogy mindig eltalálja, hogy merre fog fújni a szél. Na most egy ilyen szélkakas pontosan ugyanannyit forgolódik, mint egy normál szélkakas hosszú távon, hiszen hát csak egy nap eltolódással. És mégis, szóval nem, tehát nem lehet lesöpörni, de ugyanolyan megbízhatatlan. Egyébként még egy példa van, ami, amiben például más egy ilyen szélkakas. Egy normál szélkakas az arra áll, mert a szél fúj, soha se pisil szembe. Ez a szélkakas, ez időnként igen nem is ritkán. És holnap kiderül, hogy igaza volt. Igaz, hogy lehet, hogy holnap után megkiderül, hogy mégse. De a másik három nélede pedig másról szól, szól a Facebookról, szól a tévedéseimről. Egy negyedkönyv az arról szól, hogy mi mindenbe tévedtem. Életemben olyasmikre, amikben nem szégyellem, hogy tévedtem. Nagyon érdekes, és mikor, mikor várhatjuk ezt a könyvet? Az június 17 vagy 27. A júniusban Nos, már, már meg, meg fog az jelenni, az most egy hónapon belül. Szuper. Mérül László, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm, és hogy itt voltál. jó volt, igen. Köszönöm a nézőinek, meg a hallgatóinak, kövessetek minket a YouTube oldalunkon, meg Spotify-on, Apple Podcast-en és Google Podcast-en. A következő adásig, meg a és viszontlátásra és hallásra. Viszontlátásra.